Üdvözlöm a Kultúrszoba nézőit, Gyimóth Éva vagyok. Január 7-én van az ortodox karácsony. Az ünnep előestéje az élet megújulásának örömét idézi, karácsony napja pedig csendes, családias hangulatú. A pravoszláv vallás hívei ilyenkor nem dolgoznak, nem adnak és nem is kérnek kölcsön senkitől, sőt, vendégségben sem mennek. Az idei azonban az első olyan év, amikor egyházfőn nélkül ünnepelt a szerb egyház. A COVID-19 fertőzés következtében ugyanis 90 éves korában meghalt a szerb pravoszláv egyház feje, Irinej pátriárka. Január 6-án és 7-én világszerte több millió ortodox keresztény ünnepli a karácsonyt. A pravoszláv hívek ilyenkor nem dolgoznak, a gyerekek pedig nem mennek iskolába. A vegyes vallású családokban az ünnepeket a Gergely és a Julianus naptár szerint is megtartják. A családunk többi része ugye katolikus, és ők december 24-én ünneplik, viszont mi most, és ez ilyen lelki karácsony. Szenteste vecsernyével és tűzgyújtással ünnepelnek az ortodox hívők. Ilyenkor a templomban egy kis asztalkán frissen csírázott zöldellő búza, az élet és a következő év bőtermésének jelképe, valamint tölgyfaágak sorakoznak. Ezeket az ágakat, azaz a bádnyakot a liturgia után égetik el közösen. Ugyanúgy ünnepeljük mi is a karácsonyt, mint egyébként a keresztény világban bármikor. Az egy kicsit zavaró lehet talán, hogy január 7-én hogyan lehet karácsonyt ünnepelni. A világban sokféle naptárat használnak, így a keresztény világban is jelen pillanatban is kétfajta naptár van használatban. Egészen a 16. század végéig a Julianus naptár volt használatban, ezt váltotta föl később a Gergely naptár. Azonban néhány keleti egyház, így a szerb egyház is megmaradt a Julianus naptárnak a használatánál az egyházi időszámításban. Így bármennyire is furcsa, de mi ma jelen pillanatban ebben az órában 2020. december 25-ét üljük, és ezért üljük most a karácsonyt. Mivel együtt élünk ebből a környezettel és ezzel a világgal, ezért idézőjelben téve kénytelenek vagyunk, illetve szerencsések vagyunk, hogy kétszer ünnepelhetünk. Tehát nyilvánvaló a családtagjainkkal, barátainkkal, szomszédainkkal megüljük és felköszöntjük őket december 25-én, és utána másodszor pedig egyházi értelemben ott bőjtel imádsággal készülve pedig örömmel megünnepeljük január 7-én is, december 25-ét. A szentestén egy különös szerb szokásnak megfelelően az esti istentiszteletet meghosszabbítva egy a világi értelemben tűzszentelést tartunk, ekkor meggyújtjuk azt a tölgyfa ágat, ami nagy lánggal ég, kettős szimbólumot hordoz ez. Egyrészt emlékeztet minket arra a tűzre, amelyet Szent József gyújtott a jászol mellett, hogy felmelegítse a kisgyermeket, illetve arra a világosságra, amit Krisztus hozott nekünk a megszületésével. Ez a szentestének a menete, aztán a mai napon, karácsony első napján, 25-én pedig egy szent liturgiával ünneplünk, és utána itt együtt a liturgia után megtörjük a 6-7-es böjtöt, és magunkhoz vesszük azokat az étkeket, amiket nem fogyasztottunk eddig. A szenteste az még egy böjtös nap, sőt van egy ilyen szokásunk, hogy a szenteste napján, tehát 24-én egészen az első csillag feljöveteléig nem étkezünk, nem veszünk magunkhoz semmiféle ételt, és ezzel is várjuk és böjtel várjuk Krisztusnak a megszületését. Aztán utána az esti tűz szertartás után akkor otthonainkba megyünk, és akkor általában egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon könnyű, de még böjtös ételt fogyasztunk, és a mai napon pedig aztán már felmentés van mindenre, és akkor töltött káposztát, mindenféle leveseket, húsokat, süteményeket is eszünk. Idén nem csak a koronavírus járvány miatti korlátozások sújtják a szerb egyházat. COVID-19 fertőzés következtében ugyanis 90 éves korában, a közelmúltban meghalt a szerb pravoszláv egyház feje. Valóban furcsa évet élünk, vagy éltünk, és talán fogunk is még a közeljövőben élni. Egy számunkra, mi egyházunk számára talán beszélhetünk egy dupla veszteségről is, hiszen amellett, hogy korlátozások vannak, hogy távolságot kell tartanunk egymástól, hogy híveink egy része visszahúzódva otthonában él, nem jön el a templomba. Vannak persze nyilván veszteségek is, bár hál' Istennek itt az egyházközség tagjai között és családjaiban nem volt semmiféle komolyabb betegség és
csapás. Emellett viszont az tény, hogy ez a világ ma jelen van. Emellett az első olyan karácsony, amikor egyházfő nélkül ünneplünk, ugyanis november végén elhunyt a Szerbegyháznak a pátriárkája, Irénei pátriárka, és egészen február 18-áig most vezető metropolita, illetve vezető pátriárka nélkül van a Szerbegyház. Úgyhogy ez a fajta kettős hiány, az jellemző, vagy jellemző rányomja a bélyegét a Szerbegyházra, de hittel és bizakodással nézünk a jövő felé, és a hitünk és a bizalmunk az nagyobb, mint a félelmeink. Az ortodox vallásúak új évnapját és vízkeresztet is 13 nappal később ünneplik. A keleti keresztényeknél január 19-ével zárul a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsangi időszak. Egy 6 méteres installáció emlékezteti a Szekszárd belvárosában közlekedőket Magyarország 1989-90-ben történt felszabadulására. A rendszerváltás országos és szekszárdi eseményeit összefogó Momentum egy hónapon keresztül lesz majd látható a megyeszékhelyen. Lenin arcképe magasodik a szekszárdi Garai téren. Ez a 6 méteres, információkkal teli oszlop a 30 éve történt rendszerváltás országos és szekszárdi eseményeire emlékezteti azokat, akik megélték, és tanítja azokat, akiknek ez már csak történelem. Olyan installációkat kéne elhelyezni, amelyek a fiatalok figyelmét is felhívják, akik akkor még nem éltek, hiszen ha csak egy politikus képét tesszük ki, nem valószínű, hogy megnézi egy fiatal középiskolás vagy egy fiatal felnőtt, de hogyha egy megkökkent ötletet mutatunk be, hogy mi volt a akkori rendszer egyik jelképe, amely érdekes módon Magyarországon volt nagyon népszerű, a 60-as évek elején gombamot szaporodtak a Lenin szobrok, példaként tudom említeni, hogy Romániában egyetlen egy volt. És a lebontásuk időszaka az pedig 90-es évek eleje, 1990 májusa és júniusa hullottak, mint a fa levele. Lestár Péter, az installáció kitalálója és megalkotója elmondta, hogyan jött az óriás hirdető oszlop ötlete. Hát az ötlet az úgy született, hogy az erdőbe sétáltam a 47 kilós kutyámmal, és akkor gondolkodtam, hogy mégis mivel pályázhatnék, mi lenne az, ami meghökkentené az embereket, ha utcán sétálgatnak. És ez a reklámeszköz, ami itt szerepel, ezt 12 évvel ezelőtt fejlesztettük ki, szabadalmaztattuk, levédtük, nagyon-nagyon-nagyon sok cég használta már, és gondoltuk, hogy ez meghökkentő lesz. Hát ez a négy oldal 60 négyzetméter, 6 méter magas, mindenki megnézi, ez így is van. És gondoltuk, hogy az információkat tudjuk közölni. A nehézség ott volt, hogy jött a Covid-válság, elcsúszott fél évvel az indítás. A másik nehézség az, hogy azért a helyi eseményeknek a felkutatása és kiválasztása azért nem olyan egyszerű, tehát hogy ne sértsünk meg senkit, semmilyen érzelmi embert egyik oldalról se, és mégis próbáljuk a helyi eseményeket jól bemutatni. A másik pedig Antal József úrra úgy emlékeznek, hogy tudják, hogy kétellel írják a nevét, ne egyellel, mert volt erre már példa, és a híres mondatát átcseréltük egy másik mondatra, ami az oszlopon szerepel, erről nem akarok beszélni, jöjjenek ki az emberek és nézzék meg az oszlopot. A kiállítást 18 megyeszékhelyre vagy nagyobb városba viszik el, más-más a területre jellemző információval. Havonta három városban vannak jelen, Szekszárd a 12. állomás. Bogrányi Lovas Miklós eszmetörténész, a pályázatot kiíró közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért közalapítvány képviselője is részt vett az eseményen. A 30 éve szabadon emlékév kapcsán jöttem most ide Szekszárdra. Ennek az emlékévnek az a célja, hogy ráirányítsa az állampolgároknak a figyelmét, mind az európaiakét, mind különösen a magyarokét arra, hogy milyen világpolitikai jelentősége volt a 30 évvel ezelőtti eseményeknek. Ezen kívül arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezeknek az eseményeknek, hogy Kelet-Európa, illetve Közép-Európa népei maguk vívták ki a szabadságukat, világpolitikai jelentősége van, és ennek az európai emlékezetben el kell foglalni a méltó helyét. Szekszárd, mint helyszín, nem tartozik a legjelentősebbek közé, de mint kibocsátó város, ahonnan nagy magyar emberek származnak, annál fontosabb. Hosszan lehetne sorolni a híres borászokat, írókat, színészeket, művészeket, akik a magyar kultúrához jelentősen hozzájárultak, de a legfontosabb személy, aki innen származik, és aki az én szívemnek igen kedves, ő Csengei Dénes. Mert a radikalizmusát azt olyan tiszta szívvel és egy olyan mérsékelt hangnemmel tudta képviselni, ami példaértékű számomra a mai napig.
Az installáció mellett egy újságot is kiadtak, aminek címlapján egy helyi művész által készített kép látható, és a monumentumon szereplő szekszárdi események részletes leírása található meg benne. Ezt a tervek szerint megyénként 1000 középiskoláshoz juttatják majd el. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a rendszerváltás agrár vonatkozásáról beszélt. Az mindenki előtt ismeretes, hogy a 70-es években egy nagyon-nagyon jól produkáló mezőgazdaság volt Magyarországon, és folyamatosan a külső gazdasági, világgazdasági hatások és a országok belüli rossz döntések miatt ez a mezőgazdaság visszaesett, és a rendszerváltásra komoly gondok, problémák jelentkeztek. A rendszerváltás legjobban a nagyüzemek sérültek, és hát a 47-es programnak megfelelően rendszerváltás után jó politikai döntések láttak napvilágot, gyakorlatilag a birtok rendezések megtörténtek, családi gazdaságok, kisgazdaságok, amik már napjainkban teljes egészében olyan fényes eredményeket produkálnak, hogy világra szóló. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, a birtokviszonyok rendezésével a borászoknak az óriási minőségi előrelépése, javulása. Itt különösen országos szinten is nagyon-nagyon csodálatos eredményt ért el a szekszárdi borvidék. Jelenleg az 5 év borásza címmel Szekszárd büszkélkedhet, és a nemzetközi megmérettetések során is a szebbnél szebb és jobb eredményeket érjük el. Összességében a 30 év alatt azt a megállapítást vonhatjuk le, hogy helyes útra találta a szántóföldi mezőgazdaság és a szőlészet, borászat és a kiegészítő kertészeti termelés is. Örülünk ennek az installációnak. Itt ezek az események, amik itt a 4 oldalon vannak, azok itt egy hónapig, ha jól informálottam, akkor itt Szekszárd városában lesz, és itt mindenki megismerheti és tapasztalatokat szerezhet. A 60 négyzetméteres történelmi visszatekintés február 7-ig látható Szekszárdon a Garai téren. 100 esztendeje született Husek Rezső, a Szekszárdi Zeneiskola első igazgatója. Kiváló zongoristának tartották, aki élete végéig gyakorolt. A Liszt Ferenc Társaság szervezése is az ő nevéhez fűződik. Aki tanárának mondhatta, mai napig hálás szívvel emlékezik rá. Ezen az archív felvételen Husek Rezső, a Szekszárdi Zeneiskola alapító igazgatója játszik. Amellett, hogy tanítványai és munkatársai is azt tartják róla, kiváló igazgató és pedagógus volt, kiemelkedően jó zongorista is. Idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Ő egy nagyon komoly előadó művészi pályával rendelkezett már akkor. És akkor már olyan tisztelet övezte, ami megalapozta azt, hogy tulajdonképpen, ha bármi probléma vagy valami adódott, akkor ő azt egy pillanat alatt meg tudta oldani. Én, amikor ide kerültem a zeneiskolába, akkor Husek Rezső, vagy Rudi bácsi, ahogy ugye mi hívtuk, már nyugdíjasként tevékenykedett, de nagyon aktív volt, akkor is tanított, zongorázott, és tudom, hogy itt a pedagógusokat, mind a tanárokat, mind a művészeket, mind a vezetőket nagyon jó tanáccsal látta el, és mindig támogatta. Támogatta a fiatalokat, támogatta az időseket, a pályakezdőket, azokat, akik éppen nyugdíjba készültek, és soha senkinek egy rossz szót, egy bántó szót nem mondott, nem volt megosztó személyiség. Abban az időben ugye tagintézményi rendszer is kialakult. Tehát Rezső bácsinak rendkívül nehéz dolga, egyébként ezt ő szorgalmazta, mert ugye az alapításkor, amikor őt kinevezték, Fasang Árpád zeneszerző javaslatára, még Kóbor Antal minisztérium osztályvezető, aki vált a széki születésű, ő nevezte ki, és akkor ő hamarosan létrehozta
a Tolna megyei tagiskolák rendszerét. Hogy milyen igazgató volt, ezt abból tudom, számtalanszor beszélgettünk, nagyon sokat beszélgettem Rezső bácsival, és talán a legnagyobb erénye, ha mondhatom, igen, ez a jó szó, erénye az volt, hogy mivel különleges tiszteletnek örvendett, soha nem kellett, de nem is volt neki ez tulajdonság, soha nem emelte fel a hangját. Tehát ha ő megszólalt, akkor itt a teremben csend támadt, tehát ez nem volt kérdés. Mindig arra törekedett a hangzásra, a tökéletességre, és hogy a közönségét elvarázsolja. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy nem mindig az volt a cél, hogy most egy Bachot aztán az első, persze természetesen ez is az első hangtól az utolsó immakulátlan, mert mindig a saját közönségének játszott, és mindig tudta, hogy ki van a közönségben, és annak hogyan kell játszani, és mit kell játszani. Szívesen és sokat gyakorolt. A zeneiskolában, ha késő estig égett a villany, biztos voltak benne, Husek Rezső ül a billentyűk mögött. Ezt a szorgalmát próbálta a tanítványai számára is például állítani. Nekem mindenképpen nagyon fontos szerepet töltött be az életembe, mert Bonyhádi zeneiskolába jártam is gyermekként. A Borikával bejártunk a szekszárdi hangversenyeket hallgatni, és ahogy most így visszaemlékeztem Rudi bácsira, pont az jutott eszembe, hogy az első koncertélményem az a Husek Rezső zongora művészhez kötődik, mert hát lehet, hogy nem az volt az első hangverseny, amin részt vettem, viszont az maradt meg bennem leginkább. Rendkívül közvetlen volt, felkeresett, mint fiatal zongoristát, hogy a nagy Liszt emlékkoncerteken szerepeljek. Hát ugye a Liszt társaság evidens volt, hogy az volt az első lépés, hogy beléptem a Liszt társaságba, és a Liszt klubestekre rendszeresen jártam. Mindig jött és figyelmeztetett, hogy ugye jövök Liszt klub hangversenyekre, mondtam, hogy természetesen. Ő ezt nagyon lelkiismeretesen készítette elő. Legtöbbször a Liszt társasági koncertekre Budapestről jöttek előadók, de ő is nagyon sokszor előadott Liszt Ferencről, zongorázott, élő zongoraszó volt. Tehát maga a Liszt kultusz az itt Szekszárdon az biztos, hogy a Rudi bácsi nevéhez fűződik. Több tanítványa vallja, nagy szerepe van abban, hogy később zenei pályát választott. Mindig mindent bemutatott. Példakép volt abban a szempontból, hogy rengeteget gyakorolt, tehát ő gyakorlatilag itt élt a zeneiskolában. Ha este égett a villany, az biztos, hogy Rezső bácsi volt. Délelőtt is tanítás előtt bejárt állandóan gyakorolni. Tehát ilyen szempontból nagyon nagy példakép volt nekünk, mert arra ösztönzött minket is, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Látva őt 70 évesen is, hogy még minden nap gyakorolt. Amilyen szeretettel fordult ő felénk, és profizmussal, nem csak a saját gitártanárom Márta volt az, aki miatt én zenei pályára léptem, tényleg, tehát a mai napig hatalmas szeretettel gondolok Rudi bácsira, tehát följártunk a lakására, jóban voltunk, bármilyen segítséget, hogyha igényeltünk, akkor jött és hozta a kottát. Középiskolában is ugye elég komolyan kell a zongorával foglalkozni, hiszen több tantárgy miatt is érintve van a hangszer, és hát azért kellettek ehhez alapok, kellett ehhez gyakorlás, tehát foglalkozott velünk, és azt gondolom nem kevésbé, mint azokkal, akik heti kétszer jártak hozzá. Sokszor ültetett ki bennünket a színpadra, hogy ezt azt is szokjuk, hiszen ugye a zenészeknek zongorából is kell érettségizni például, úgyhogy a főiskolai tanárom, az Angster Pali bácsi mondta, hogy már nem kell járni, mert hivatalosan vége, de azt se zavarja, hogy hosszú a körben, mert gitáros vagyok, de még egy kicsit járjak, mert olyan jó velem dolgozni. Tehát nagyon, nagyon sok dolgot például zeneileg megmutatott. Tehát a mai napig emlékszem arra, amikor így mutatta, hogy hogyan kell billenteni, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak Rudi bácsiról.
tiszteletet két alapvető vonással lehet meg alapozni az én véleményem szerint. Az egyik a szakmai tudás, a másik az emberi magatartás. Tehát mind a kettőben ő kiváló volt. Tehát ahogy viszonyult hozzánk, és az a kedves, barátságos stílus, meg ahogy figyelte a pályafutásunkat. Nekünk már terve volt évekkel ezelőtt is, hogy amikor valami kerekéfordulóhoz jutunk, akkor szeretnénk ezt a gyönyörű nagy termet elnevezni Husek Rezsőről, Husek Rezső hangversenyteremnek. És hát ugye pár évvel ezelőtt a Zenetanárok zongora versenyének viszont is Husek Rezső zongora verseny lett a neve. 1982-ig volt igazgatója a Szekszárdi Zeneiskolának, de zongorajátékával haláláig szórakoztatta és nevelte a közönséget. Azt mondta magáról, addig élek, amíg zongorázni tudok. Életében Cifra és Babis díjat is kapott, és Szekszárdváros díszpolgári címét is elnyerte. Husek Rezső 2009-ben hunyt el. Folytatjuk a sorozatunkat a Babits Mihály Kulturális Központ történetében. A 80-as évek elején járunk, amikor ismét igazgatóváltás előtt állt az akkor már 10 esztendős intézmény. A politika Kacián Jánost kérte fel az intézmény irányítására. 1981-ben Dobos Gyula helyére új igazgatót kerestek a Babits Mihály Művelődési Központ élére. A sorst különös játék a folytán Kacián János épp arra készült, új irányba keresgél, tanítani szeretett volna a szekszárdi főiskolán. Ott tárgyalunk, amikor egyszer csörög a telefon, 81 valamelyik hónapjában az elején, és megkeresett a megyei tanács elnök helyettese, megtudván, hogy talán a feleségemtől, hogy én ott vagyok, hogy akar velem beszélni, mert itt van a Babits Művelődési Ház, már több hónapja, és nincs igazgatója. Megkerestem őt akkor, és függőbe maradt a főiskolán a beszélgetés, és megtette azt az ajánlatát, hogy mi lenne, hogyha én lennék a következő igazgató, Dobos Gyula igazgató úr után, aki január 1-jével került el a házból. Néhány hetes gondolkodást követően Kacián János igent mondott a felkérésre. Azt szólt mellette, hogy tudtam, hogy a művelődési házban egy nagyszerű apparátus van. Olyan szakemberek, akik 10 év óta begyakorlott munkatársai a háznak, és többen országosan kiemelkedő és hírnevű szakember a maga területén. A másik az, hogy hát tényleg az ember tanul sok mindenfélét azon az egyetemen, de gyakorlatba kipróbálni igazán még azt nem volt lehetőségem. És arra gondoltam, hogy ez a Babits Mihály Művelődési Ház van annyira nehéz feladat, hogy érdemes legyen itt kipróbálni azt a bizonyos elméletet. Ezért döntöttem úgy, hogy elvállaltam. A ház akkor megyei feladatokat látott el, ennek megfelelően szakmai felügyeletet gyakorolt a kis települések kis művelődési házai felett. A ház szakmailag nagyon jó állapotban volt, de mint egy 10 éves intézmény néhány helyen felújításra szorult. Ha az épület oldaláról nézem, ezen gyorsan túl is lépnék. A legkritikusabb az volt, hogy beázott a tető több helyen, de ezt megoldottuk. Szakmailag pedig, mint említettem, jó állapotban volt, mert mindenki tudta a dolgát, nagyszerű kapcsolatai voltak a háznak, Szekszárdváros lakosságával, közösségeivel, és azokkal a környező intézményekkel, elsősorban színházakkal, környező megyeszékhelyekről, amelyek itt Szekszárdon rendszeresen megjelentek, és hogy úgy mondjam, felnőtt egy
nagy színházbarát közönség itt Szekszárdon. Volt két-három olyan kiemelkedő esemény ebben a három évben, ami meghatározta abban az időszakban a háznak a munkáját, egész éves munkáját, és a profilján is valamelyest változtatott. Az egyik ilyen kiemelkedő esemény volt Kodály Zoltán születésének 100. évfordulója, aminek alkalmából nem csak a Hári János okán, hanem egyébként is Kodály Zoltánra való megemlékezés, az átitatta, hogy úgy mondjam, a ház egész éves zenei programját. A másik ilyen jelentős esemény Babits Mihály születésének 100. évfordulója volt 1983-ban, amely szintén országos eseményként itt Szekszárdon rögzült igazán különböző programok formájában. Országos képzőművészeti kiállítás, mert pályázatra küldtek be emberek Babits ábrázolásokat, az ország jelentős művészi nagyságai, vagy például országos versmondó verseny, és a többi, és a többi. A harmadik pedig a háznak a profilján is változtatott valamelyest, nevezetesen 1982-ben tartottuk az első német nyelvű előadást, amely bölcsője volt a Német Színháznak. Az első próbálkozásunk a színházi váró csarnokában, Iglódi István rendezésében, és akkor még bizonytalanok lévén abban, hogy ezt a közönség hogy fogadja, magyar és német nyelven elhangzott előadás volt. Ez lett a későbbi Deutsche Bühne első kísérlete, mely színház alakulásakor a Babits Mihály Művelődési Központban kezdte működését 1984-ben. Kacián János a mai napig jó szívvel emlékezik vissza azokra az időkre, amikor irányításával működött a ház. Nagyon sok szép élményt, meg vicces eseteket is, meg tárgyi emlékeket. Elsősorban a kollégákkal való jó együttműködést. Úgy gondolkoztam akkor, és ezt ma is vállalom, hogy a kinek a szakmai teendőibe nekem különösebben beleszólni nem kell, mert azt ő tudja, ő ismeri a legjobban. Az én feladatom bizonyos feltételeknek a biztosítása a minél nyugodtabb szakmai munkához, és a háznak egy olyan állapotban tartása, ami alkalmassá teszi ezekre a feladatokra. Ennek megfelelően gyakran inkább szemlélője, örülő szemlélője voltam mindannak, ami itt történt, és néhány kezdeményezéssel próbáltam az ő munkájukat tovább segíteni. Három esztendő múltán Kacián János 1984-ben köszönt el az igazgatói széktől, átadva azt Kispál Istvánnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!